Kérném szépen Bécs Meleg Béla professzor úr. Parancsoljon. Igen, tisztelt elnök úr, kedves vendégek, külföldről és itthonról. Amikor egy ilyen előadáskérést kap, ugyanarról a témáról beszélhet belül, presentation, a presentation like this, within one block, but at the same time, megpróbálja kitalálni, hogy vajon az előtte beszélő miről fog beszélni. Másrészt felhívja azt, aki a megbízást adta, ezt követtem úgy szintén, Kovány Gábort, hogy Gábor, mibe fogunk egymástól különbözni, hogyha mindenhogy arról beszélünk. Száraz adatokat nevezetesen, hogy Pécset hogy történik a betegutak szervezése. Tisztelt Fölgyelens Uraim, mindenki ki tudja találni a betegutak szervezése. Úgy történik, hogy minden egyes intézetben az intézetvezető kijelöli X-et, Y-t, aki a ritka betegségekért felelős, és a koordináló intézetben, mint tudjuk ezeknek a neveit, történetesen nem csak mi ezt a nevén, szóval szemlában szervezéses. Viszonyba kerültünk, nekik is, tehát ez Budapesten is megvan. Tehát, hogyha valaki érdeklődik ezután, akkor mi gyorsan utána nézünk a kolléganői többségében, megmondják az illető nevet. És akkor kérdeztem a Gábort, hogy ha ezt el akarom kerülni, akkor mit csináljak? Hát mondta, hogy akkor mutasd be az intézetet munkáját, meg azt, amire Pécset, hát kicsit büszkék vagyok. Na most egy nagyon jó apropó kínálkozott, és itt rögtön jelzem, hogy kicsit eltérő lesz a felvezető néhány diák. A jelenlévők közül nyilvánvalóan sokan emlékeznek erre a professzor, Mélyes Károly professzorra. Most kedden lett volna február 22-én a 75. születésnapi szegényt 5 évvel ezelőtt várható a tragikus hirtelenséggel vesztettük el. A gyerekorvosok, de nem csak a gyerekorvosok jelenlők közül sokan tudják, hogy tényleg egy legendás, nem nagyszabak, én nyilvánvaló elfogult vagyok, egy legendás genetikus, klasszikus genetikus személyét vesztettük el. Megengedik, hogy néhány diát vetítek, miközben mondom a történetét, és hogy hogy került ide, egy végtelen sámos emberről van szó, történetesen, aki nem ismerte volna. Nos, ő akkor már ritka betegségekkel foglalkozott, amikor ez lazeológia elméletik szempontjából nem különült el. Tehát ő klinikai genetikus volt. Miért mutatom itt ezeket a képeket? Elég sok üzenete van a jelenlévőknek. Ha nem veszik gondoskodásnak, itt jön az első. Valamikor a ritka betegségekkel foglalkozókat a politika komolyan vette. Azt hiszem, a személyeket nem kell bemutatnom, hogy kik vannak itt miniszter urak. Egyik a másik után, itt hát a Google miniszter urán éppen Bécsre eljött is. Beszélgetett a szóvalvahatás kapcsán, illetve hát a magyar tudomány is elismerte, látok itt pénzt, azt hiszem, hogy az egeret tudom mondogatni, azt hiszem, hogy mennyien felismerjük az akadémikus urat, Mélyes professzor egyébként MTA-tag volt, magyar tudományos akadémia, osztrák akadémia és a német akadémia is tagját választotta. Sokáig az orvosi osztályt vezette. Nos, hát a rövid és megemlékezést remélem, elnézik nekem, hogy meg tudják érteni, hogy minden intézet büszke a jeles elődeire. Mélyes professzor egy élenjáró személyiség volt, tudományos eredményeiből csak kettőt szeretnék itt a jelenlévőkkel megosztani, mind a kettőnek van kimondott a ritka betegség kontextusa. Hölgyeim és uraim, hogyha megnézzük ezt a közleményét, aminek a címe az az, hogy a kromoszómák nem véletlenszerű szétválása. Ezt ő egy győri, tehát egy megyei kórház szintjén, miközben rutin kromoszóma vizsgálatokat nézett, tette ezt a megfigyelést, az azóta is tankönyvben az ő nevéhez edződik. 10 éve
Paul. And since then, this is his name is associated. American Journal of Medical Genetics. Egy másik dologról emlékeztek meg, Meyer professzor a ritka betegségek nagyon speciális további aspektusában volt élenjáró, az úgynevezett minor anomáliák, vagy informatikai, morfogenetikai variánsok tanulmányozásában, ebben jól ismertük a nevét. Nos, az ő hagyatékához tartunk az is, hogy annak idején milliószor mondta nekünk, tehát tényleg korát megelőző előrelátás. Tegyetek el a betegtől mintát, tegyetek el DNS-t. Hát ezt az ifjúkori tévegéseink sorából betartottuk, ahol nem tartottuk be, de többségében igyekeztük betartani, úgyhogy egy hatalmas, nagy, ritka betegség gyűjteményet létre, még egyszer, úgy, hogy azt nem is neveztük akkor még ritka betegség gyűjteménynek, majd később hatalmas nagy hálózatok jöttek létre, az egyik legkomolyabb ez, hogyha megengedik egy villanásra, mutatom ezt az ábrát, a BBMRI, ami egy EU-7 támogatott projekt, és itt tulajdonképpen, amit mindenképpen szeretem mondani, ebben Magyarország itt a nyilván látható, rögtön a kezdetektől csatlakozott, méghozzá nem is kis gyűjtemény, hogyha megnézik itt a magyarságot, 11 gyűjteményen jelentkeztünk meg, például Ausztria is, hogy szintén 11-jel. Itt a pécsi készletek láthatók, csak egy villanás elejéig mutatom, és megyünk is tovább. Ez a magyar oldala, és akkor itt mondanám azt, hogy miért hoztam ezt ide. Miért hoztam ezt ide, és mondanom kell rögtön, hogy nem mi fedeztük fel Amerikát, tehát ezt már mások is. Történetesen Kajer Jeniel professzor asszony sorát kértem kölcsön pár évvel ezelőtt, voltunk nem is pár évvel, talán tavaly egy meetingen. Tehát, hölgyek, urak, ritka betegség képviselők. A ritka betegségeknél nagyon nagy potenciál, ami még Magyarországon jelen pillanatban is azt mondja, hogy nagyon kiaknázatlan. Tehát a ritka betegségektől kéne sokkal komolyabb biobankokat létesíteni. Tehát itt történetesen ez a néhány által csak pörgettem egymás után, ugye ez a francia AFM-nek a működéséről szól, ugye angol nyelvű ábrák, de azt hiszem, hogy különösebben nem kell fordítanom, mert eléggé önmagukat magyarázók, tehát végtelés minden esetben a cél, amit ez az ábrai próbál összefoglalni, hogy a betegség mechanizmusának a megértésén dolgozunk valamilyen szinten, és ehhez tartozhat hozzá a biobankolás, ami történetesen nem más, mint az ábrai származik DNS és klinikai adatok eltétele. Úgyhogy ez, ennek kapcsán én már próbáljunk látogatóval vettem a kapcsolatot, illetve néhány szervezettel, akiket már eddig is ismertünk, illetve próbáljuk ezt kiterjeszteni. Tehát én nagyon örülnék, hogyha ezt a biobankolási tevékenységet még sokkal bővebbé ki tudnánk terjeszteni. Egy villanás erejéig egy következő fejezet. Kért a Gábor, hogy emlékezzek meg arról, hogy esetleg Pécset milyen prioritásai vannak, milyen kiemelkedő személyek vannak. Összességében ezen sokat gondolkodtam, de ahogy Budapesten is és valamennyi egyetemen tényleg a maga szakmájának sok kiemelkedő művelője van, nem hiszem, hogy most jelen pillanatban ezeket fel kéne sorolnom. Ez országosan egy stratégiai cél lenne, hogy ezeket a kiválósági központokat nevesítsük, hogy például emögött a borító mögött mi rejlik, remélem nem fog rám megharagudni, mert nem tudta Illés professzor úr, hogy én ezt az akadémiai meghívót be fogom szkennelni, és itt meg fogom mutatni önöknek, hogy akkor a francia akadémián fog előadást tartani, tehát ez nem egy sima konferencia, és csak nem is egy konferencia felkért előadás, hanem egy nagyon-nagyon-nagyon presztízses helyen egy bemutatkozó előadás, tehát világhírű szakember. Ilyen szakemberek nem csak Pécset vannak, mindenütt vannak, a betegút szervezésekhez és általában a nyilvántartásokhoz őket mindenképpen valamiféle országos ágendában kellene
Ez, és most elnézést, hogy bátor a politikának üzeni, ez meg fogja haladni az egyetemek hatáskörét, tehát e fölé mindenképpen valami országos támogatást kellene biztosítani. Betegségek, amikben úgy gondolom, hogy valamelyest a Pécsi Egyetem jó. Láthatják itt különválasztottan kutatás és diagnosztikát. Van olyan, például a Larsen-szindróma, amiben kicsit dicsekedjek, mert nem csak Magyarországon, hanem Európa nagyon sok országában mi végezzük a vizsgálatokat, tehát nagyon sok vizsgálatot kapunk éves szinten. Most ezek nyilván minden egyetemnek megvannak a maga büszkeségei, ezeket meg kéne próbálni országos rendszerbe foglalni. Poligénes betegségek. Miért hoztam ide? Ma már teljesen világos az a dolog, hogy például a stroke, vagy a diabetes. Ugye ezekről általában azt mondjuk, hogy nem a ritma betegségek. Az utóbbi 10 év Genovai Asszociáció és Osztrágiai világossá tették, hogy a gyakori betegségeken belül is világosan elkülöníthetők a ritkák. Például egy újszülöttkori diabéteses. Ez egészen biztos, hogy nem ugyanaz a kategória, mint egy felnőttkori diabéteses. Vagy sztrókos. Hogyha egy gyerek kap sztrók betegséget, az egészen biztos, hogy nem sorolható a gyakori betegségek közé. Ergo, poligénes betegségeken belül is elkülönülnek ritka betegségek, amelyeket komolyan kell legyen. Kollaborációban végzett munkák jelentő. A Szegény Namié professzorasszony előadásában hallották, és ezt azt kell mondani, hogy Magyarország már bekapcsolódott ilyenekbe. Tehát a ritka betegségek közül olyanokat, amelyek például Huntington betegség, vagy spinacerebellális és ataxiák, különböző hálózatok keretén belül, itt láthatjuk, hogy egy nagyon sikeres pályázat az Euro-SCA, Euro-SCA, spinacerebellális és ataxiával értelemszerűen következik kicsit ez az akronim, ez itt a záróülés, ahol történetesen ilyeneket, ami nem genetikai vonatkozású, a természetes lefolyású, hogy hallottak. Egyáltalán ezt izoláltan egy ország soha az ő kis beteg anyagán nem lenne képes megcsinálni, még ilyen nagy monster neveznek így pozitív értelemben tanulmányokban, ahol egyszerre össze-európai szinten 4-500 beteget tudnak ugyanazon protokoll szerint vizsgálni, egyszerűen meg lehet mondani, hogy egyáltalán mi lehet a korlefolyása a betegségnek. Tisztelt elnök úr, kedves vendégek, hölgyeim és uraim, az előadásom vége felé közeledek. Sokat gondolkodtam majd, hogy milyen skoszpoént tegyek be a végére. De valamennyien tudjuk, hogy a Human Genome Anniversary következik 2011, 2010 évvel ezelőtt közöltek le a Human Genome szekvenciáját, és a világ vezető folyóiratai most kezdik a visszatekintéseket, kezdik a megemlékezéseket. Most hát ez lenne a Nature magazinnak valamelyik utóbbi száma, már nem emlékszem február valamelyik száma, ami különösen kedves nekünk, genetikusoknak, ugye ez egy fény, nem kell különösebben magyarázom, a DNS, ami megvilágít mindent. Itt a háttérben látszik annak a Nature-nek a borítója, ami annak idején a draft szekvenciát közölte, tehát kicsit, kicsit átvitt értelemben. Azt várjuk az elkövetkező évtizedtől, hogy a DNS, a megismert tudás, ami be fog valamit világítani az életünkben. Na most hálózatban mi az, amit mi várunk? Magyarország büszkén mondhatom önöknek, tagja lett a hírértónak. DNS van, mi is megpróbálunk ebben mindent megtenni. Másik újság, amelyik szintén elkezdte már a megemlékezést, és ez közvetlen üzenet lenne ez a párdi, amit most mutatok a ritka betegek számára. Ez a közlemény a Francis Collins tollából származik. Ezt a címet kapta, hogy a genom arcai. Még egyszer a 2011-es évfordulóról szól. Ez az aranyos kisfiú neve, hogy itt láthatjuk való, Nick Walker, 6 éves. 6 éves és a beteg, hogy kerül ide, megpróbálom elmondani önöknek. Nagyon sok tanulság van és nagyon komoly üzenetei vannak ennek a néhány ábrának, amit mutatok önöknek most. Ez a 6 éves kisfiú 2 éves kora óta egy gyakori
klinikai diagnózisban szenved, diagnózisa Crohn betegség volt. Ez nem tartozik önmagában, nem a ritka betegségek témakörébe. Most egy elég súlyos formája volt, ez egy ijesztő képsor. Tehát bármit evett szegény, azonnal egy nagyon komoly gyógymű gyerekkoros, intraktális diária, intraktális hasmenése keresztett, tehát bármit evett, azonnal hasmenése reagált. Hihetetlen nagy számú műtéten esett keresztül, rengeteg vizsgálaton, és a többi, új generáció szekvenálók. Azoknak, akik nem tudnák, tehát tulajdonképpen egy genetikai forradalom részeként a 2010-es év folyamán a teljes genom szekvenálás költsége rendkívüli módon leesett. Körülbelül a veszély költsége 4000 euró. Ez egy gyakorlatilag kifizetett összeg. Visszatérve ez a kisgyerekhez, végül is egy konzílium született, és úgy döntöttek, hogy megcsinálják a teljes genom szekvenálását. Na most hát ez a nem hozzáértőknek nem mond semmit, jelzem nekem sem mondja sokat, mert ez eddigi szekvenálásoktól eltérő. Itt a lényeg az, hogy a gyerekben, itt ezen a vonalon, itt találtok egy bizonyos génnek egy bizonyos mutációját, amire az anyuka hordozó volt, de egyebekben a családi anamnézis teljesen negatív. Itt kiemeltem, hogyha megnézik, ez a gén, aminek a mutációját találták, ez egy X kötött valamilyen regulátor gén, amiről tudták azt, hogy bizonyos hematológiai betegségek okoz a következő évtized arca is lesz, összességében üzenet, felértékelés, amit a betegségekben kiderült ugyanis, és evidenciát szolgáltattak, hogy olyan genetikai bántalom, amiről azt hittük, hogy egy pártikusú betegséget okozhat egy B-típusú betegséget is, a kisgyerek a transplantáció után teljesen jól beszéltek a hasmenéseit, gyakorlatilag egy genetikai anamnézis nélkül gyerekbe sikerült mindezt megtalálni. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen ezt az érdekes történelmi hátteret is felvillantó, érdekes, izgalmas előadást.